Tegnap a kormánypártok szintet léptek korrupcióban, ugyanis az országgyűlés megszavazta azt a több ezer milliárd forintos vagyonkimentést, amelynek keretében a kormánypártok 17 különböző alapítványnak szerveztek ki ilyen nagyságrendben összegeket. Az egész azt a célt szolgálja, hogy a jövő évi választások eredményétől teljesen függetlenül ekkora vagyontömeg fölött rendelkezzenek. A Mi Hazánk mozgalom, ahogy felhatalmazást kap ehhez a magyar választópolgároktól, ezt az elképesztő vagyonkimentést is felszámolja, az ellopott állami vagyont visszaadja az embereknek. Erre csak és kizárólag a Mi Hazánk mozgalom képes és alkalmas, hiszen a korrupciót csak az a párt tudja felszámolni, amely nem érintett, következésképp nem érdekelt abban. A baloldal ígéretei e tekintetben is teljesen hiteltelenek, hiszen az elmúlt 30 év többek között arról szólt, hogy egyik nagy politikai tömb mindig futni hagyta a másikat, és az elszámoltatásokból soha nem lett semmi. A Mi Hazánk mozgalom kész arra, hogy elszámoltassa a kormánypártokat, és elszámoltassa a hazug és többszörösen megbukott baloldalt is.